A műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? Jó estét kívánok, ez a közügyek mai témáink. Egy hete égett le a Nyúl család otthona. Hamarosan vendégünk lesz Nyúl Zoltán baptista lelkész. További témáink: nyugdíj nélkül, étel nélkül egy időszabadkai asszonyon a szomszéd asszony segít ezekben a napokban. Csóka a címzett ismeretlen, a Magyar Nemzeti Tanács magyarul felcímzett levelét visszaküldte a posta. Répás Zsuzsanna szerint az iskola sokkal több, mint nyelvtanfolyam. Érvek a magyar oktatás mellett itt a közügyekben. Lesz-e bőtje a tavaszi hónak? Tesszük fel a kérdést a műsor utolsó részében. Ezek mai témáink, kezdünk. Mindene oda lett Nyúl Zoltán baptista lelkésznek és családjának. 7 gyerek maradt otthon nélkül. Segítsen nekik ön is. Támogatását a 325-93-00-701-221-407-82-es számlaszámra várják. Egy hete égett le a Nyúl család otthona. A közügyek vendége Nyúl Zoltán baptista lelkész. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy hete volt a tűzeset. Hogy vannak most, ön hogy érzi magát? Hát köszönjük. Jó, sokszor azt mondják, hogy jó vagy? Hát nem jó a kérdés, mert nagyon fura érzés ilyet átélni. Lesújtva és felemelve, valahogy így mondhatnánk, egy hét után, mert ugyan elveszett a házunk, és elveszett az, amit nagyon szerettünk, nagyon jól éreztük magunkat, de nagyon sok minden az, amit ez a hét alatt megláttunk, hogy rendkívül, amit tud történni errefelé. Közösségi összefogásra gondolom én, mert hogy két okból hívtuk meg ide a közügyekbe, még véletlenül sem azért, hogy akár bulvár tartalommal töltsük meg egy család szerencsétlenségét, otthonkeresését. Egyrészt azért, hogy esetleg így a tévé nyilvánosságán keresztül is tudjunk önöknek akármilyen segítséget nyújtani, másrészt pedig, hogy ön is el tudja mondani, hogy milyen nagyszerű közösségi összefogás tud összejönni, hiszen hihetetlen mennyiségű segítséget kapnak, nem csak anyagiakban. Igen, hát 20 éve már foglalkozok segélyezéssel, a baptista szeretetszolgálat és más szeretetszolgálatok segítségével továbbítunk rengeteg segélyt bombázás idején, árvíz idején, tél idején, nyár idején, iskoláknak, egyesületnek, és mindig úgy éreztük, lelkiismereti kérdés segíteni. De soha nem jutott eszünkbe az, hogy ez megfordulhat. Uh-huh. És hát most az történt, hogy megfordult a dolog, leégett a ház. Egy órán belül már rengetegen jelentkeztek, hogy itt vagyunk, mellettetek vagyunk, segítünk, imádkozunk értetek. És mindent, ami csak tehetünk, mindenki a maga csekélysége, ereje, lehetősége szerint meg fogunk tenni, mondták így nekünk. És ezt azóta nap mint nap tapasztaljuk. A család, és most máshol van a családi fészek, eltűnt teljes egészében, de nagyon nagy erőt jelent az a hiányok mellett, hogy érezzük azt, hogy rengeteg ember jön és hozza maga csekélységét. Kezdetben úgy volt, kis keserűséggel láttam, hogy a katasztrófa turizmus is megindult, hogy jöttek az emberek, akik arra nem jöttek volna. Megnézzük, hogy mi történt a nyolc családdal, de az emberek többsége nem úgy jött, hogy csodát lásson, vagy katasztrófát, vagy nagy bajt, hanem hozott valamit, és nagy érzés volt az, ahogy a idős nyugdíjasok jöttek egy apró csekészséggel, hogy ezt tudom, de ezt akarom adni, vagy
helybeliek főleg jöttek, bármilyen munkát felkínáltak, és sokat elveszítettünk, tehát főleg azt, amit nem pótolhatunk, emlékeinket, az apróságainkat. Tanulmányait, kutatásait is említette. Tanulmányaim, kutatásaim, a teológiai mesterfokozat megszerzése előtt álltam volna, most valószínűleg kicsit szünetelek vele, és az összes eddigi anyagom, elkészített munkám az elégett, de ez az egyik része, emberileg rengeteget veszítettünk. Viszont lelkileg sokat nyertünk ebből a helyzetből. Akik Isten szeretnék, azoknak minden javukra van, mondja az ige római levélben, és ezt mi meg is tapasztaljuk most is, hogy ebben a nehéz helyzetben valami kimondhatatlanul sokat kaptunk, amit másképp meg nem tapasztaltunk volna valószínű. Gyerekeik hogy vannak? Hát az első két nap nagyon nehéz volt, és nem is mentek a ház közelébe, hogy találjanak valamit, mert nem tudták, hogy miért, mi történt most ez. De Isten ezt a nagy katasztrófát valami nagy erővé alakította át, ahogy összefog a család sokkal másképpen, sokkal inkább jobbak a gyerekek, hallgatnak ránk. Hol laknak most? Egységesek vagyunk, és úgy beszéltük, hogy mindent közösen döntünk, hogy hol fogunk lakni, mit fogunk csinálni, mi lesz a jövőnk, hol lesz a következő fészek, ami részünkre készül majd, vagy találunk, ha találunk. Most két házban vagyunk szűkösen, mivel így is 90 vagyunk, tehát hét gyermekünk van. Két egyetemista, két középiskolás, két általános iskolás és egy óvodás, vagy napközis. Tehát most felborult az életük, felborult a tanulási rendjük, felborult a megszokott hely, de érzik, hogy valami jó van készülőben, és nem panaszkodnak. Mik a terveik? Azt mondta, hogy együtt kívánnak dönteni arról, hogy milyen megoldási lehetőségek merülhetnek fel, mi az, amit jónak találnak. Miben gondolkodnak, miben tudunk segíteni esetleg mindannyian? A bombázások idején mi egy kicsit hamarabb építettünk, amikor mindenki ment el, és azt mondtuk, hogy mi annyira mélyen gyökereztünk, hogy nem akarunk elmenni sehova. Hát már azóta annyi mindent átéltünk, hogy nem akarjuk azt mondani, hogy akkor itt befejeztük és megyünk valahova. Maradunk helyben, megpróbálunk találni egy megfelelő épületet, amit átalakíthatunk. Egy ilyen rágógumi házat szeretnénk építeni, ami hétvégén nagy, és sokan beférünk, hétközben pedig kevesebb, mert kisgyerekek vannak csak otthon. Hát nehéz ilyet találni faluhelyen, meg akár városban is, nagy családra nem építkeztek az emberek. És most még várjuk, hogy milyen lehetőségünk vannak. Vennének vagy bérelnének házat? Miben gondoltunk? Hát valószínű, hogy vagy építünk, vagy vásárolunk valahogy átalakítható házat. A mai nap folyamán futott be a helyi közösség, a Topolya község, a vajdasági tartomány ígérete, hogy segítenek, ami mindenféleképpen sokat jelent nekünk, hogy mögénk állnak, és többen jelentkeznek, hogy munkában, anyagban, bútorban segítenének. Hát ez nem azt jelenti, hogy ettől házunk lesz, és akkor szerintem megkezdhetünk tervezni, és ha ad Isten egy jó látást, akkor folytatjuk, amit már most csinálunk. Hozzák az emberek a ruhákat, élelmiszert, ki mit tud. Ami több lett, azonnal továbbadjuk. Ahogy azok vagyunk, akik voltunk, azok is maradunk. Tehát ahogy eddig is megláttuk a rászorulókat, ugyanúgy meg fogjuk most is látni, és ugyanúgy folytatjuk azt a munkát, amit eddig a
ház, fa maradványait szétosztottuk tüzelőre azoknak, akik még jobban rászorultak, mint mi. És hiszük azt, hogy ez mind jóra fog fordulni. Önöknek most mire van szükségük? Mi jönne jól ebben a pillanatban, amire esetleg a sok adakozó nem gondolt? Hát, mikor így kérdezik, akkor azt mondom, hogy nagy ölelésre van szükségünk. Erre van leginkább a gyerekeknek szüksége. Eddig tartottuk magunkat, most már fáradunk. Biztos, hogy ez egy hosszú menet lesz, mire épület lesz, és abból otthon lesz. Ilyen jellegű támogatásra van szükség, tehát erkölcsi vagy mellénkállásra. Hát ez mellett a legnagyobb kérdés, természetesen az anyagiak. Ruhák azok szinte azonnal lettek, tehát hozták az emberek, az már napi szinten megoldott, tehát nem hosszú távon nyilván. A belső felszerelés az egy nagy kérdés, hogy mi és hogy fog lenni. Tehát tessék úgy számolni, szoktam mondani, hogy 9 gyerek, vagy 9 személy, az 9 ágy, 9 pár cipő, havi 36 pár zokni, és így tovább. Tehát nem 2-3-an vagyunk, hanem sokkal többen mindenből. Nagycsaládos edények, nagycsaládos mosógép, nagycsaládos minden, mert a többi az nem bírja ezt, mert jól tudjuk. De ezek úgy folyamatosan meg lesznek valószínű. Egyedül, hát ugye az anyagiak az a nagyon nagy kérdés, hogy meddig élünk, ha belekezdünk egy olyan építkezésbe, amit nem tudunk befejezni, akkor ketté törik minden, tehát annak nincs nagy értelme. Megpróbálunk racionálisak lenni, jól beosztani, ami van, és azzal élni, amink van, vagy ami alakul. Nagy hétbe léptünk, és ön úgy nyilatkozta Magyar Szónak, hogy új kezdetünk lesz húsvét után. Bízik még ebben? Ja, abszolút, teljes mértékben bízok ebben. A hit a nem látható dolgokban való reménykedés, tehát hiszük azt, hogy Isten mindent jól tudott, és jól tud, és jól elő is készíti. Az ilyen próbák, azok megerősítik az embert. És még inkább ragaszkodni fogunk ahhoz, akiben eddig is hittünk, és még inkább világos a részünkre most, hogy mi is magunk is megtapasztaljuk, mi az, hogy hajléktalannak lenni, hogy igen, itt érdemes, és így érdemes. Köszönöm, hogy itt volt. Kívánok Önöknek nagyon sok erőt addig, köszönöm, amíg meg nem teremtik új otthonukat. Köszönöm, hogy szépen eljött hozzánk. Mindene oda lett Nyúl Zoltán baptista lelkésznek és családjának. 7 gyerek maradt otthon nélkül. Segítsen nekik ön is. Támogatását a 325-93-00-701-221-407-82-es számlaszámra várják. Szinte magára hagyatottan él egy idős néni Szabadkán a kertvárosban. A szomszéda emberségén múlik az, hogy nem halt idáig éhen. A néni nem kívánt nyilatkozni kameránknak, a szomszédasszony azonban elmesélte az asszony történetét, segítségre szorul ő is.
A sorsára hagyott 80-as éveiben járó asszonyt már két hónapja egy szomszédja segíti. Nap mint nap meleg ételt visz neki. Most már tényleg nem bírom, higgyék el. Most már 15-én kapunk, 25-én. Most már úgy vagyok, hogy mind a két rátából 9-et kapok. 10-én 9-et kapok, 25-én, és 13 a rezsim. Jó emberek, hát mit csináljak? Megyek dolgozni, egy kicsit takarítok, na hát mellett a nyugdíj mellett, mert így se elég. Hát ha még egy személy tartok, ugye? Mert tényleg becsületesen itt az asszony megmondja, hogy valóban főzök neki-e. Normális kosztot is, kenyeret is kap, néha egy kis gyümölcsöt, almát, mert az unokáim lemondtak a gyümölcs, hogy vigyem a néninek. Na. Erről van szó. És nyugdíjasan, én mi halljon meg, mikor van saját nyugdíja, jó emberek, a szociális, hát én nem tudom, nem kívánunk más. Majd amikor eljön az idő, hogy ők elintézik a domba, akkor vigyék a domba. De addig is élni kell. És ezt szeretnénk, hogy valamit csináljanak. Mert amíg bevásárolunk neki egy kis ezt-azt, és akkor néninek hozzám, szegényként elviszem az ebédet, bekapja mind a kis kutya, éhes, borzasztó, éhes, majdnem egy veknit megeszik, ahogy hívják hát az ebéddel. Hát de külön neki vacsora, és vacsora elfücsüli, hogy mondjuk reggeli nincs, azt az egy ebédet megeszi, jó van, de úgy látszik, hogy annyira ki van éhezve. A magányos néni már több éve felhasználója a Szabadkai Caritas házi ápolói és házi segítői szolgálatának. Az emberbaráti szervezet munkatársai hetente kétszer járnak az idős hölgyhöz. Amióta az Agrobank csődbe ment, a néni nem tudja felvenni a nyugdíját. Az én információm az, hogy az eljárás folyamatban van, nincs még lezárva. A néni még továbbra is a saját otthonában van, tehát a munkatársaink azt mondják, hogy egyre tehát gyöngül, egy enyhe demenció is már úgymond felismerhető nála, úgyhogy sajnos azt mondhatjuk, hogy egyre rosszabb állapotban van. Ha a polgárok ráfutnak egy ilyen esetre, amikor egy idős személy ennyire nehéz helyzetben van, mi csak ott tüzet oldhatunk. Tehát kimehetnek a házi kisegítőink, kimehetnek az egészségügyi nővéreink, vihetünk egy kis élelmiszercsomagot, de tehát mi csak tüzet tudunk oldani, tehát mi tartós megoldást sajnos nem tudunk nekik nyújtani, tehát most mint például ez a néni esetében pont ez a demenció miatt, ami nála időről időre fellép, tehát ő nála egy tartós, egy otthon, egy idős korok otthoni ellátására lenne szükség. Tehát az hosszú távon megoldaná a problémáját. Mi erre, ugye mi ezt persze nem tudjuk nyújtani. Tehát itt igazából a Szociális Védelmi Központ az, aki megfelelő ellátást, megfelelő megoldást tud nyújtani az ő élethelyzetére. Amennyiben a lakosok tudomására jut ilyen eset, ha maga tehetetlen emberről tudnak, az önkormányzathoz is fordulhatnak, a polgári jogvédőhöz, vagy pedig Csengeri Attilához, a szociális ügyekkel megbízott tanácsoshoz. A Szociális Munkaközpont munkatársa már egyszer felkereste az asszonyt, azonban akkor elutasította a segítséget. Volt is kint szociális munkás, ellenben a hölgy nem fogadta el a megfelelő asszisztenciát. Tudomásom szerint a Caritas is részt vesz a hölgynek a ellátásában, és a szomszédok is gondját viselték. De most olyan a legújabb információm, hogy az egészségi állapota is megromlott ennek a hölgynek. Fölfogják neki, és ezzel korábban is már föl lett ajánlva egy intézeti elhelyezés, tehát a gerontológiai központban való elhelyezés, ezt a hölgy információm szerint visszautasította. A szociális munkás ismét ki kell, hogy menjen, és fölbecsülni az illetőnek a döntő képességét, hiszen mindenkinek van joga dönteni a saját sorsáról, de hát hogyha a döntésképtelenek ítélik meg, akkor megvan egy más módja is, hogy eljusson a gerontológiai központban, ami gondolom egy jó megoldás lenne ebben az esetben. A Szociális Munkaközpont illetékesei egyelőre nem kívántak nyilatkozni az ügyben. Hétfőre ígértek tájékoztatást. Vackor és én már nagyok vagyunk, ősszel iskolába indulunk, legyél te is az osztálytársunk. Hogy biztonságban érezze magát? Hogy legyen önbizalma kérdezni? Hogy megismerje Petőfi verseit? Hogy ismerje szülei kultúráját, történelmét? Az anyanyelvi oktatása hatékony és eredményes tudást. Írassa gyermekét magyar tannyelvű osztályba.
Mindezt az MNT tanszercsomaggal, ingyenes iskolabusszal és egyéb kedvezményekkel támogatja. Magyarságunk érték, őrizzük meg! A Magyar Nemzeti Tanács Csóka címzéssel küldött el egy levelet, amit a szerbiai posta nem továbbított, visszaküldték a feladónak. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Korhec Tamás mai sajtótájékoztatóján azt mondta, nem feltételezi, hogy 50-es intelligencia hányadossal dolgozik valaki a postán, érthetetlen számára, hogyha nem történt valóban jogsértés, akkor miért küldték vissza a levelet. Emellett az MNT elnöke arról is beszámolt, hogy a nemzeti tanácsok, a szerbiai nemzeti tanácsok mindegyike ellenzi a köztájékoztatásról és a médiáról szóló törvény tervezetét. Immáron többedszer történt meg az, hogy a szerbiai postának az egyik bánáti részlege visszautasított, illetve nem kézbesített, pontosan megcímzett leveleket, csak azért, mert a levelező lapon, a borítékon magyar nyelven lett feltüntetve az adott helységnek a neve. Az adott esetben is, mint több másik esetben is, Csóka önkormányzatának területéről van szó, és ezúttal a sértett fél maga a Magyar Nemzeti Tanács, ugyanis a levelünket, amelyet pontosan címeztük meg, pontos irányító számmal megadva, pontos címmel, nem kézbesítette a posta ismeretlen címzés indoklással. Ugye mindenki számára ismeretes, hogy a Csóka esetében a magyar és a szerb helységnév tökéletesen azonos. Tehát az egyetlen oka, ami miatt nem kézbesítették, hogy valakit bosszantott a CS a C pipával helyett. Én azt gondolom, hogy egy ilyen eset megengedhetetlen jogsértést jelent. Nem csak a professzionalizmus terén jelent elégtelent a posta számára, hanem egy olyan kizárólagosságról, megmerem kockáztatni, kirekesztésről tanúskodik, ami azt gondolom, hogy a 21. században a multietnikus vajdaságban megengedhetetlen dolog. Ezért a Magyar Nemzeti Tanács elindított több eljárást is magán a postán belül is, illetve az ombudsmannál is, és azt gondoljuk, hogy a jövőben az ilyen esetek elkövetői azok meg kell, hogy legyenek büntetve. Ugyanis itt szeretném megemlíteni azt, hogy még bűncselekménynek is számít a hivatalos nyelvhasználatnak a korlátozása. Itt pedig pontosan erről van szó, hogy akár büntetőjogi felelősség is fölmerül, de minimum fegyelmi felelősség azon postai hivatalnok esetében, aki ezt a jogsértést elkövette. Úgyhogy tekintettel arra, hogy azért szerencsére nem mindennaposak az ilyen esetek, ezért utána kívánunk járni, hogy melyik hivatalnok pontosan a felelős és milyen szándékból tette ezt, mert azt nem feltételezem, hogy mondjuk 50-es intelligencia koeficienssel dolgoznak emberek a postán, akik mondjuk nem jöhettek rá az irányító számból, hogy hova címeztük a levelet. Egyébként itt említem meg, hogy a dolog annál is inkább bosszantó, ugyanis a Nemzeti Tanács a postával valóban együttműködve próbált elejét venni az ilyen eseteknek, ugyanis az összes postahivatalba elküldtük a hagyományos magyar hivatalos helységneveknek a jegyzékét, pontosan arra az esetre felkészülve, hogy esetleg olyan hivatalnokok is dolgoznak, akik az adott történelmi magyar helységneveket nem ismerik. És hát vannak olyan helységnevek, ahol mondjuk rá nagyon eltér a szerb és a magyar elnevezés, mondjuk, hogy maradjunk Csókánál, ugye Osztoicevo, Tisza-Szent Miklós, hát nem hasonlítanak egymásnál, hát amennyire Csóka ugyanaz, de vannak ilyen esetek, tehát pontosan ezért próbáltuk elejét venni a dolgoknak, de úgy látszik, vannak helyek, ahol szándékosan ezek az erőfeszítéseink nem találtak megértésre. Továbbra is azon leszünk, hogy a postával együttműködve mind kevesebb ilyen eset legyen, és hát minden nyelv hivatalos legyen a levelező lapokon is. És ez nem csak hivatalos nyelvhasználatról szóló kérdés, hanem egyszerűen az emberi méltóságunkat is érintő kérdés, hiszen ugye ezzel gyakorlatilag egyfajta kiskorúsítása is történik a magyar embereknek.
ez a törvénytervezet, amelyet a minisztérium az EBSZ munkatársainak bevonásával készített el, és amely közvitán van, illetve most van ennek a közvitának a finise. Ezzel kapcsolatban több tárgyalást is folytattunk, megvitattuk ezt a tervezetet, és kialakítottuk a Magyar Nemzeti Tanácsnak az álláspontját, és ennek az álláspontnak a mentén közös álláspontot alakított ki az összes szerbiai nemzeti tanács. Ez a közös álláspont, amelyet pénteken egyeztettünk a többi nemzeti tanács tagjaival, és amellyel kapcsolatos álláspontot eljuttattuk a minisztériumnak, illetve az EBSZ-hez is, a számunkra a média törvény tervezete elfogadhatatlan ebben a formában. Elsősorban azért, mert a jelenlegi média szerkezetet oly mértékben és olyan módon kívánja átszabni és átalakítani, hogy ez az átszabás és átalakítás semmilyen garanciát nem tartalmaz annak vonatkozásában, hogy a magyar nyelvű, illetve a kisebbségi nyelvű tömegtájékoztatás ebben a formában, ezen a szinten megmaradhasson. Több helyen is világosan megfogalmaztuk a kritikai észrevételeinket. Ezek elsősorban arra vonatkoznak, hogy a jelenlegi, a tartományi költségvetésből történő hagyományos működési támogatás rendszere teljesen felborulna a nyomtatott sajtó vonatkozásában. Ez gyakorlatilag életveszélybe sodorná a magyar, szlovák, ruszin, horvát nyelvű nyomtatott sajtót. Az ezt felváltó pályázati rendszer semmilyen garanciát nem biztosít, hogy a működését ezeknek a médiáknak fenntarthatnánk ezen túl. Ugyancsak kritikai észrevételünk, hogy a törvénytervezet értelmében a Magyar Nemzeti Tanács közvetetten lehetne csak alapítója a médiának. Ez önmagában nem egy elfogadhatatlan megoldás, de viszont a törvény teljesen elvaratlanul hagyja azokat a folyamatokat és megoldásokat, hogy hogyan váltsa föl a Magyar Nemzeti Tanácsot mondjuk egy alapítvány vagy intézmény, mint alapító. Ez úgy csak oda van úgymond bigyeztve a törvénybe, de a folyamat vonatkozásában semmilyen garanciát, semmilyen pontosítást nem tartalmaz a tervezet, ezért ebben a formában ez is csak bizonytalansági tényezőt jelent. Ugyancsak problémás a számunkra, hogy az önkormányzatokat száműznék az alapítók köréből. Ez különösen veszélyes olyan hagyományos média esetében, mint amilyen például a Szabadkai Rádió, amely 3 nyelven, illetve 4 nyelven sugároz adást. Egy privatizáció a jelenlegi jogi keretek között egyértelműen veszélybe sodorhatná ezt a nagyon jelentős médiaházat is. A jelenlegi törvényes megoldások ebből a szempontból is elfogadhatatlanok. A harmadik nagyon fontos probléma a média tervezettel, hogy úgy az átmeneti rendelkezésekben úgy szüntet meg törvényes szakaszokat más törvényekben, hogy azzal egyértelműen sérti a kisebbségeknek az alkotmányban szabatolt szerzett jogainak védelmét. Egy ilyen megoldást ugyancsak elfogadhatatlannak tartunk, tehát ezeket a rögtönzött megoldásokat nemhogy beleépítenék a többi törvénybe, hanem egyszerűen megszüntetnék azokat a szakaszokat, amelyek eddig garanciát jelentettek ebben a vonatkozásban. Nagyon sok jog pedig egyenesen nem lett átírva az új média törvénybe, így például a költségvetési pénzek elosztása esetében ugye a Nemzeti Tanácsos Törvény javaslattételi, illetve véleményezési jogot ír elő a nemzeti tanácsok számára. A média törvény ezzel kapcsolatban hallgat. Tehát ahelyett, hogy végre harmonizálnák a két törvényt, egyértelmű, hogy a tömegtájékoztatási törvény számos helyen igazából a szerzett jogoknak a felszámolását irányozza elő. Mindezekből az okokból egyszerűen a számunkra ez a törvénytervezet rengeteg pontján elfogadhatatlan, annak ellenére, hogy kétségtelenül a média szabadsággal kapcsolatban rendelkezik előremutató pozitív liberális megoldásokkal is, de tekintettel arra, hogy a magyar nyelvű sajtó vonatkozásában óriási veszélyeket és nyitott kérdéseket hagy maga mögött, ebben a formában minden erőnkkel ellenezzük ennek a törvénynek az elfogadását. Ami fontos a számunkra, hogy a Pancsován megtartott egyeztetés után
a Magyar Nemzeti Tanács véleményét elfogadta az összes nemzeti tanács. Tehát ebben a pillanatban ez az álláspont, ez nem a magyar közösség, illetve a Magyar Nemzeti Tanácsnak az álláspontja, hanem az összes nemzeti közösségnek Szerbiában, tehát ebből a szempontból sikerült konszenzust kialakítani, itt emlékeztetném a jelenlevőket, hogy a nemzeti tanácsok koordinációján kizárólag konszenzussal fogadunk el döntéseket, tehát akár egy ellenszavazattal is megakadályozható egy záradéknak az elfogadása, tehát ebből a szempontból teljes az egység a nemzeti tanácsok között. Önigénye a mi feladatunk. OTP Bank. Megbízunk egymásban. A műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? Az iskola sokkal több, mint nyelvtanfolyam, mondta Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Répás Zsuzsanna a Pannon TV Szubjektív című műsorában Farkas Katalin budapesti riporterünknek. Érvek a magyar oktatás mellett, részlet a Szubjektívből. A kisiskolások éve hogyan szolgálja a magyar nemzet számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását, amit a magyar állandó értekezlet tűzött ki célul? Meghatározó az oktatás, hiszen azok a gyermekek, akik magyar nyelvű oktatásban vesznek részt, ők fogják alkotni a későbbiekben a magyar közösségeket, tehát mind a szellemi, mind a számbeli gyarapodás rajtuk áll vagy bukik. Hogyha őket meg tudjuk őrizni a magyar közösségen belül, akkor lesznek erősek ezek a közösségek. Nem titkolt céljuk, hogy segítsék a szülőket az iskola választásban. Nagyon sok helyen, még ma is, és különösen a szórványterületeken a szülők inkább a többségi tagozatokat választják, hogy a gyerek úgymond könnyebben boldoguljon. Önök hogyan érvelnek a magyar iskola választás mellett? Való igaz, nagyon sok tévhit terjedt el a szülők között, és hát vannak, akik szándékosan is táplálják ezeket a tévhiteket. A legfontosabb ezek közül, hogy akkor fog tudni jól boldogulni a gyermek, hogyha többségi nyelven tanul. Először is szeretném leszögezni, hogy az iskola az sokkal több, mint egy nyelvtanfolyam. Sokkal többet kell ott a gyermeknek elsajátítania, mint egy nyelvet, a többségi nyelvet. Nagyon sok szempontból meghatározó, mind a tanulmányi, későbbi szakmai fejlődése szempontjából, hogy tudja elsajátítani a különböző tananyagokat, és bizony a gyermek pszichés fejlődése szempontjából is fontos, hogy meg kell a legelejétől küzdenie egy idegen nyelvvel, lesznek-e beilleszkedési problémái, hogyan tudja elfogadtatni magát a közösségen belül, ez mind-mind meghatározó a későbbiek folyamán is. Emellett azt is szeretném leszögezni, hogy igenis fontos, hogy nagyon jól megtanulja az államnyelvet. Ez viszont azt feltételezi, hogy jó módszerrel tanítsuk neki. Az a fontos, hogy abból induljunk, hogy ezeknek a gyermekeknek a magyar az anyanyelve. Tehát úgy tudják elsajátítani a többségi nyelvet, mint egy idegen nyelvet. Megfelelő módszerekkel kell tanítani a gyerekeknek. Ez egy nagyon fontos kérdés, és egy nagyon fontos feladata a magyar nyelvű iskoláknak. De egy iskola azért ennél sokkal több, és minden nemzetközi felmérés bizonyítja ma már, hogy minden gyermek a saját képességeit igazán jól csak az anyanyelvén tanulva tudja kibontakoztatni. Nem mindegy az sem, hogy a kisebbségi oktatás milyen színvonalú. A színvonal emelésében tud-e segíteni a magyar állam? Ez egy nagyon fontos kérdés, tehát fontos az, hogy a magyar óvodák és utána a magyar iskolák vonzóak legyenek a szülők számára, tehát jó színvonalú iskolák legyenek, jó színvonalú legyen ott a tanítás, érdemes legyen oda járni a gyerekeknek a tanulmányaik miatt is, és tudjanak olyan pluszokat nyújtani az iskolák, olyan szakköröket, olyan iskolán kívül, tehát tanórán kívüli tanulás, vagy bármi olyan plusz tudjon adni az iskola, ami esetleg máshol nincs meg. Ez az, amihez egyébként hozzá tud járulni a magyar állam, hiszen látjuk, a iskolák fenntartása az a többségi állam feladata, ez így is van, így helyes, így kell lennie minden régióban. Viszont az, hogy egy iskola tud-e különböző plusz dolgokat nyújtani, szakköröket, egyéb tanulmányi versenyeken részvételt, vagy bármi ilyesmit, ahhoz tudunk segítséget nyújtani, ezeket a kiegészítéseket
kiegészítő támogatásokat mi tudjuk nyújtani, nem kifejezetten csak ennek a programnak a keretén belül, itt most például a módszertani szempontból fogunk olyan segítséget nyújtani, ami által vonzóvá is válhatnak a magyar iskolák. A meghirdetett program fontos eleme a közösségépítés. A kiírások szerint odafigyelnek azokra a közösségekre, amelyek a kisiskolások köré szerveződnek. Ez konkrétan milyen szakmákat, milyen embereket jelent? Ez azt jelenti, hogy egy közösségen belül születnek meg ezek a döntések, hogy a szülők végül is magyar iskolába adják a gyerekeket. Nagyon fontos, azt hiszem, bárki, akinek van gyereke, tudja, hogy milyen fontos, hogy minden osztályban van egy anyuka, aki például nagyon finom sütit csinál, a másik anyuka tudja, mikor kell befizetni az ebédpénzt, az apuka meg tudja szerelni a villanyt, együttesen ki tudják festeni az iskolát. Tehát vannak olyan feladatok, amelyek akkor megoldhatók, hogyha együtt dolgoznak a szülők is az iskolával és a gyerekekkel együtt. Tehát egy közösség alakul ki az iskolák között. Ezeket a közösségeket szeretnénk mi támogatni, hiszen pont ezek azok a közösségek, amelyek vonzóvá teszik a szülők számára is a magyar iskolát, pont ezek a közösségek, amelyekhez tartozni jó, és amelyek segítik a pedagógusok, a szülők és a gyerekek együttes munkáját. Megszólítják például a gyerekorvosokat, vagy a papokat, lelkészeket ebben a témakörben? Egy-egy faluban, egy-egy közösségen belül nem feltétlenül csak a szülők és a pedagógusok játszanak szerepet egy ilyen közösségben, más szereplők is vannak, iskolapszichológusok, gyermekorvosok, lelkészek, lelkészek feleségek, tehát mindenki, aki egy közösségnek a motorja, aki szervezi azt a közösséget, aki véleményvezér, ahogy szoktuk mondani egy közösségen belül, nagyon fontos őket megszólítani, számukra is fogunk közösségépítő programokat indítani, továbbképzés, nagyon remélem, hogy segíteni tudjuk őket a mindennapi munkájukban. Módszertani csomagokat is kidolgoznak, egységeset is, és olyat is, amely egy-egy régióra specializálódik. Gondolom, hogy a nagy eltérések miatt van erre elsősorban szükség. Igen, tehát a központi módszertani csomag az főleg a közösségépítés köré fog épülni, óvodaiskolai átmenetre úgy szintén, de alapvetően a közösségépítés témaköré, de a régi specifikus módszereket is tovább kell adnunk, hiszen látni kell, hogy az óvodával ellentétben az iskola választásban, az iskolák működésében már nagyon nagy eltérés van a különböző régiók között. Mások a problémák Felvidéken, Kárpátalján vagy a Délvidéken. Tehát meg kell néznünk, hogy az egyes régiókban mik a legfontosabb kérdések, miből van hiány, miben tudunk segíteni. Mondok egy példát, van ahol például a művészeti oktatás az, ami hiányzik az iskolákból. Vagy például Erdélyben most kerül bevezetésre az iskola előkészítő osztály, az ilyen nem volt. Ott van szükség szakmai segítségre is. De van, ahol például a tehetségápolás az, amiben hiány van, és tudunk segítséget nyújtani. Ezek azok a régió specifikus problémák, amit mindenütt meg kell néznünk, és ahol fogunk tudni reményeink szerint segítséget nyújtani. Továbbképzéseket is szerveznek, és nem csak pedagógusoknak. Már megjelentek az első pályázati kiírások. Milyenek a visszajelzések? Ahogy mi három pályázati kiírást, tehát három pályázatot írtunk ki, az egyik a közösségépítés köré szerveződik, amiről korábban már szóltunk, a másik az úgynevezett ringató program. A ringató program az még az óvodás előtti korosztályt, illetve az őszüleiket szólítja meg. Ez egy nemzetközileg is ismert módszer. Az, hogy hogyan tudunk az egészen pici gyerekekkel foglalkozni, milyen zenés, ének, és egyébként milyen módszerek vannak, ahogy közösségben is lehető velük foglalkozni, az ő fejlesztésükkel foglalkozni. Ebbe is szeretnénk bevonni a külvoni pedagógusokat és szülőket. Ez egy külön tanúsítvány is kap az, aki elvégezte ezt a programot. És van még egy harmadik program, ami pedig a óvónők és a tanítónők együttműködéséről szól. Pont az óvoda és az iskola közötti átmenetet szeretnénk segíteni, abban szeretnénk különböző programokat, programszervezésbe segítséget nyújtani. Azt várjuk, hogy óvónők és tanítónők együttesen, együttműködve nyújtsák be ezeket a pályázatokat, és nagyon reméljük, hogy egymás jó gyakorlataiból is fogunk tudni tanulni. Ez elsősorban azért, hogy egyenes legyen az átmenet a magyar óvodából a magyar iskolába. Így van, ez a legfőbb cél. Milyen pályázatokat terveznek még erre az évre? Ez a három pályázatunk, amit kiírtunk, azon kívül pedig régiós-specifikus programokat fogunk indítani. Tavaly az óvodások évében 12 ezer kilométert tettek meg, 23 helyszínen több mint 1500 óvodással és szüleikkel találkoztak. Idén mikor és milyen elképzelésekkel indulnak útnak?
Jövő hónapban, áprilisban már indulunk a körúttal, és szintén 23 helyszínt céloztunk meg. Megint az a célunk, hogy eljussunk minden régióba. És nem csak minden régióba, hanem eljussunk az eldugottabb helyekre, a szórványba is, oda, ahova kevesebb figyelem hárul. Nagyon szeretnénk elvinni a programnak a hírét mindenüve, szeretnénk megszólítani a szülőket és a gyerekeket. Olyan programot szervezünk ezen a körúton, ami kifejezetten arról szól, hogy hogyan tudjuk őket bevonni. Tehát a fő célja ennek a körútnak a figyelemfelhívás. Szeretnénk fölhívni a szülők figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára, és szeretnénk olyan programot, olyan vetélkedőt bemutatni a gyerekeknek, amely megmutatja azt, hogy minden gyermeknek van valamilyen képessége, mindenki jó valamiben. Van, aki számolni tud, van, aki énekelni tud, mindenki valamiben tehetséges, és ezt a tehetséget szeretnénk mi kihozni a gyermekekből, és ezeket a tehetségeket igazán jól csak az anyanyelvükön tudjuk kihozni ő belőlük. Tudjuk-e már, hogy Vajdaságban mikor és konkrétan hova érkeznek? A konkrét helyszíneket én most még nem tudom megmondani, de áprilisban indul a program, és április-május lesz a fő időszak, amikor mennek majd a kollégák. A határon túli magyar szervezetek, így például Vajdaságban a Magyar Nemzeti Tanács, maguk is kidolgoztak már programokat az oktatás, a magyar oktatás népszerűsítésére, a beiskolázás támogatására. Beépítik-e ezeket a helyi ötleteket a Kárpát-medencei programba, és ha igen, akkor hogyan? Nekünk nagyon fontosak ezek a helyi kezdeményezések, hiszen mi elindítunk Budapestről valamit, de az, hogy helyben mi a probléma, hogyan tudunk igazán segíteni, azt csak a helybéliek tudják megmondani. Először is helyben a pedagógusok és a szülők, és természetesen a helyi szakmai szervezetek, pedagógus szövetségek. Nagyon fontos az a kapcsolat, amivel mi napi szinten kapcsolatban állunk velük, ahogy minden nap tudunk tőlük tanácsokat kérni, a tapasztalatokat átadni. Csak így működhet ez a program. Minden olyan programot, amivel szeretnénk a helyi problémákat segíteni, megoldani, azt csak úgy tudjuk csinálni, ha folyamatos az együttműködés közöttünk és a helyi szervezetek között. Egyébként mit gondol arról a folyamatról, amit a Magyar Nemzeti Tanács elindított itt a beiskolázás támogatására? Szerintem egy alapkérdéshez nyúltak hozzá. Nagyon fontos az, hogy megszólítsunk mindenkit. Én tudom, hogy a szorványban is házról házra jártak, és úgy szedték össze a gyerekeket, és olyan eredményt sikerült elérni, ami nagyon kevés helyen van, hogy tudtuk a szorványban is növelni a beiskolázások számát. Tehát el tudták érni, hogy több kisiskolást írtak be első osztályba a szorványban. Én ezt egy nagyon komoly eredménynek tartom. Fontos önnek a közössége? Szeretne tenni érte? Örömmel szervez családi programokat? Kíváncsi arra, hogyan teheti ezt még jobban? Pedagógusként szeretné megismerni a gyerekeket még az óvodai, iskolai beiratkozás előtt? Szeretné, ha szorosabb lenne az együttműködés a tanítók és az óvodai pedagógusok között? A megoldás a közösségekben van. Pályázzon! www.kisiskolások.hu 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve. Lesz-e böjtje a télies márciusi időjárásnak? A Pannon TV híradójának, a Pannon RTV híradójának egy királyhalmi termelő azt mondta, elfagyott a sárga barack termése. Csernai Adrián riportja következik. Reméljük, hogy lesz termés. A királyhalmi Kovács Károly bízik abban, hogy az idén lesz sárga barack termés. Tavaly mindössze 10 szem barackot szedett le a 4 fájáról. A múlt heti fagy egyelőre nem okozott nagy károkat a fáiban, mivel védettebb helyen vannak. A rügyek belseje még nem barnult meg. Virág van bőven, hát most majd lássuk, hogy a későbbiekben még, hogy ha ilyen hidegek lesznek, hogy mi lesz. De a nemesebbek azok hamarébb, a nagyszemük, mert láttam már olyat, hogy itt volt barack, a nemesen meg alig volt.
Északbácska gyümölcsöseiben viszont nagy károkat okozott a fagy. A márciusi tavaszi időjárás helyett visszatért a tél. Ez a sárga barack ültetvények legnagyobb részén megsemmisítette a rügyeket. 98% a rügyeknek sajnos elfagyott, és sajnos még nincs vége az éjszakai fagyoknak, úgyhogy a kajsziból nem várhatunk az idén sem termést. Tudjuk, hogy a tavalyi termés is elfagyott. Április 10-én volt egy komoly fagy, és hát ez elvitte a termést. A gyümölcsösökben a vegetáció megindult. Az almafák egyelőre még jól tűrik a hideget. A meteorológusok viszont azt mondják, még a jövő héten is lehetnek kemény fagyok. Azok a termelők, akik kötöttek biztosítást a fagykár ellen, nyugodtabbak lehetnek, de komoly terméskiesés esetén idén is veszteséges lehet a gyümölcstermesztés. A közügyek vendége pedig Bóni László termelő. Jó estét kívánok! Hát ön nyugodtabban alszik, vagy pedig nem? Itt a híradós bejátszásban ugye úgy zárult a szöveg, hogy akik kötöttek biztosítást a fagykár ellen, azok nyugodtabban alhatnak. Hát én nem kötöttem biztosítást a fagykár ellen, de még egyelőre nyugodtan alszom, ugyanis a szőlőnél kicsit más a helyzet, nem annyira vészes, mint a kajszinál. Hát a kajszi az egy rendkívül érzékeny és komplikált gyümölcs. A szőlő viszont a természet minden viszontagságára megtalálja megfelelő választ, és ezek az idei fagyok, amik voltak a mínusz 10, mínusz 12 Celsius, tulajdonképpen nem tettek semmilyen kárt a szőlőben. A szőlőnél, szóval a rosszban az a jó, hogy nem voltak olyan meleg periódusok, amik megindították volna a netkeringést. Ez a szőlőnél a plusz 10 fok, ez a valójában biológiai nulla, és ez azt jelenti, hogy a napi átlaghőmérsékletnek el kell érnie a plusz 10 Celsiust, akkor indul meg a netkeringés. Ha a hőmérséklet nagyobb, plusz 13-tól 15, akkor indul meg a rügyfakadás, de hát ez nem következett be ebben az évben, és tulajdonképpen a szőlészeknek ez a szerencséje, hogy a szőlő így módon átvészelte ezt az eddigi kritikus periódust. Minőségben mire lehet számítani? Hát a minőséget így most még nagyon nehéz megjósolni, ugyanis a minőség az a későbbiekben dől el. Nem jó az sem, ha túlságosan meleg van, mint a tavalyi év, ugyan sokan azt gondolták, na mivel meleg van, akkor édes most nagyon jó lesz a szőlő. Nem. Hát ha ez így volna, akkor azt mondanánk, hogy Afrika ideális a szőlőtermesztésre, aztán mégsem így van, hanem a meleg mellett és a fény mellett ugyanúgy vízre is szüksége van a szőlőnek, ami rendkívül fontos, ugyanis ha magas a hőmérséklet, akkor megáll a fotoszintézis, és tulajdonképpen a szőlő nem fejlődik tovább. Addig még ilyen stressz hatások érik, addig kénytelen takarékra átkapcsolni, hogy átvészelje ezt a kritikus periódust, és az van, ha utána vissza is állt a normális körülmény, akkor is még 4-5 napra van szüksége, hogy teljesen normálisan funkcionáljon tovább. Meteorológusok olyan túl sok jót nem ígérnek egyre, másra azt lehet hallani, hogy jön a tavasz, de hát odáig ki kell bírni. Ez a pár nap, ez veszélyt jelente, illetve a jövő hétre előrejelzett éjszakai esetleges fagyok okozhatnak-e kárt, akár a szőlőben, akár a gyümölcsösökben? Hát, mint már mondottam, több napig kell, hogy az átlaghőmérséklet elérje a plusz 10 Celsiust, hogy meginduljon a netkeringés. Hát ez nem valószínű az elkövetkező hétben, 8-10 napban, hogy bekövetkezik, és úgy gondolom, ha valóban nem alakul drasztikusabbra ez a helyzet, akkor nem kéne, hogy különösebb probléma legyen a szőlőnél. Ez különben nagyon egyszerű a szőlőnél megállapítani, kis próbavesszőket kell vágni, bevinni a szobába, vízbe, vázába rakni. 8-10 napon belül kihajtanak a rügyek, és meglátszik, hogy az őszrügyből hány százaléka hajt ki, de eddig szinte 100%-ban kirügyezett az ilyen próba minta, és úgy gondolom, hogy a jövőben sem kéne, hogy különösebb probléma legyen. Persze meglepetés lehet ugyanúgy, mint a tavalyi évben, amikor már januárban örültünk, hogy hát a szőlő átvészelte a
telet, és aztán február megviccelt bennünket, de hát most azért talán ennyire drasztikusan nem fog fordulni az idő. És a gyümölcsösben? A gyümölcsösben, ahogy már említettem, a kajszi az, ami a legérzékenyebb. Hát én úgy gondolom, azért úgy látszik még, hogy a kajszinál sem, a későbbi fajtáknál, ez ami az előzőben volt, ez a, valószínűleg a korai fajtákra érvényes, ahol a virág megjelenik, hát ott már a -2-3 Celsius elviszi, tehát ott utána már nem sok marad, ez valóban így van, de későbbi fajtáknál még várható bizonyos termés. Akkor ezek szerint az idén lesz barackpálinkára való? Hát ezt megint túlzás volna előre állítani, de bízunk benne. Azért minden évnek nem kéne rossznak lenni. Egyébként azt hogy látja, hogy az itteni gazdáknak mennyire van bármilyen alternatívájuk, tehát mennyire képesek az időjárási viszontagságokra úgy, ahogy felkészülni, és a körülményekhez képest bármilyen intézkedéseket foganatosítani. Természetes, hogy az extrém időjárása igazából nem nagyon lehet mit kezdeni, de fejlettebb vidékeken, gazdagabb vidékeken azért vannak olyan intézkedések, amelyeket meg lehet tenni. Hát ha számba veszük a veszélyeket a mezőgazdaságban, ez a túlságosan magas hőmérséklet, a fagy, a jégverés és a betegségek. Na most hő ellen, vagyis nyáron, mikor nem esik, nincs csapadék, tudunk védekezni, tehát öntözéssel. Ezzel ez a probléma megoldható. Fagy ellen már nehezebben, fagynál kétféle védekezési mód van, van az aktív és a passzív. Aktív, ha éppen bekövetkezik a fagy, akkor vagy füstöléssel, vagy öntözéssel, vagy akár levegő keringtetéssel, vagy ventilátorokkal egy bizonyos mértékben tudunk védekezni. A másik a passzív védekezés, amikor olyan fajtákat ültetünk, amelyek fagytűrők. Tehát én úgy gondolom, hogy azok a termelők, akik ezután fognak ültetni, jó lenne, figyelembe vennék ezeket a dolgokat, főleg ezt a passzív védekezést, mert úgy gondolom, hogy ezzel nagy mértékben csökkenteni lehet a károkat. Na most a jégverés ellen is ugye lehet jégvédelmi rendszerrel védekezni, ha az működik, vagy pedig hálóval. De hát ez megint drága mulatság, egyik is, másik is. Hát végeredményben majdnem, hogy minden ellen lehet védekezni, de költséges, tehát mindnek ára van. Támogatás mire elég ebből a szempontból? Hát a támogatások, ha most megnézzük a szülészetet, idénre nem lett előre látva különösebb támogatás. Ezt a Vajdasági Mezőgazdasági miniszter úr közölte, ami nagyon sajnálatos, hát a szőlészet azért mégis más, mint a búza és a kukorica termesztés, nem azért, hogy lebecsülöm ezt, de hát a szőlészet az alapja a borászatnak, a borászat pedig a gasztronómiának, kultúrának, borturizmusnak, stb. Tehát ezt fokozni lehetne. És hát átugrani egy évet, az nem igazán jó. Szőlészet, borászat rendkívül költséges, hogy mondjam, ágazat a mezőgazdaságnak, és nagyon hosszú távon megtérülő. Hát azt mondják, általában 8-10 év kell normális körülmények közt is, hogy a befektetett investíció legalább egyszer megtérüljön borászatba, hangsúlyozom, normális körülmények közt. Hát nálunk nem igazán vannak normális körülmények, úgyhogy nyilván sokkal több idő kell erre. És támogatás nélkül viszont nekünk termelőknek nagyon nehéz helytállni, ugyanis elvárják tőlünk, hogy árban, minőségben, mindenben konkurensek legyünk a külföldiekkel, holott az EU-s országokban iszonyú nagy szubvenciók vannak minden évben, mi csak álmodozni tudunk olyan lehetőségekkel egyelőre. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm. Mondókák, kiszámolók, énekek, versek, magyar népmesék. Az anyanyelvű óvoda megalapozza gyermeke biztonságérzetét, önbizalmát és jövőjét. Értelmi fejlődésünk alapját anyanyelvünk adja. Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodába. Magyarságunk érték, őrizzük meg!
Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából. A közügyek főtámogatója az OTP Bank. A műsort támogatja a MOL csoport tagja, a MOL Szerbia. MOL. És téged mi hajt? Mára ez volt a közügyek, köszönöm figyelmüket, holnap 18 órakor Sós Georgina várja majd önöket, velem pedig a Rekontrában találkozhatnak holnap este 8:30-kor. Szép estét!